Sziasztok mindenki! Üdvözöllek benneteket újra itt a Lifestyle Stories csatornán, én Judit vagyok. Arra gondoltam, hogy mivel Lucának a Mi van a táskámban című videója, amit itt láthattok, mert felrakom nektek kártyába, ha még nem láttátok, nagyon nagy sikert aratott, és hogy őszinte legyek, én is nagyon-nagyon szeretem nézni ezeket a videókat, mert szerintem mi csajok, mi lányok, mi nők, kicsit kíváncsiabb természetűek vagyunk, és én személy szerint azért szeretem nézni ezeket a videókat, hogy hát, hogyha ellesek valami praktikát, vagy trükköt, vagy esetleg belepakolok a táskámba olyan dolgokat, amik eddig nem voltak benne, de láttam valakinél, és eszemét, hogy ez mennyire marha jó ötlet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ma elkészítem az én saját verziómat, úgyhogy ha érdekel, hogy mi van egy neni táskájában, és hogy mi is az a neni, akkor már is megmagyarázom és megmutatom. Nos, először is a fogalmak tisztázása miatt, hogyha már követtek minket Instagramon, mert hogy van Instagramunk is, akkor valószínűleg rájöttetek már abból, a sok sztoriból, a képekből, hogy én gyerekekkel foglalkozom, ez a munkám, neni vagyok. A neni tulajdonképpen dadát jelent magyarul, viszont nagyon-nagyon sokszor babysitternek hívnak minket, ami igazából nem baj, csak utálom, hogy valaki így hív. De nem baj, nem ítélek el senkit, mert amikor kikerültem ide, akkor én sem voltam tisztában pár fogalommal, hogy mi mit is jelent, ha bár ismertem már Mary Poppins, vagy hallottam már és láttam már a filmet Mary McFee-ről, úgyhogy tulajdonképpen hallottam már róluk és ismertem őket, de nem tudatosult bennem a fogalom, úgyhogy szeretnék elkészíteni egy ilyen fogalommagyarázós videót, amiben tisztázom, hogy mi az a babysitter, mi az a nanny, óper, és így tovább, úgyhogy maradjatok velünk, hogyha érdekel benneteket ez a téma is. Szóval, vissza az eredeti témánkhoz. A mai alkalommal bemutatom nektek, hogy mit tartalmaz egy neni táskája. Mert tudjátok, hogy neni vagyok, hogy gyermekekkel foglalkozom, szóval lehet, hogy találunk a táskámban hasonló dolgokat, mint mondjuk a kismamák vagy anyukák tartanak a táskájukban. Először is magáról a táskáról szeretnék beszélni, aztán áttérnék a tartalomra is. Már mióta kijöttem, neni vagyok tulajdonképpen, szóval már körülbelül 5 éve foglalkozom gyerekekkel, és az első 2 évben idősebb gyermekekkel foglalkoztam, velük voltam, játszottam, vigyáztam rájuk, stb. És nem volt igazából akkor még előttem, hogy milyen táskát is kéne viselnem praktikum szempontjából. Ezért nekem is olyan táskám volt, ami tudjátok, ez a váltáska, és tele tudjátok pakolni mindennel, úgyhogy nekem az voltak az első táskáim. Aztán 3 éve, mikor új munkám lett, és sokkal kisebb gyerekekre, meg hát több gyerekre is vigyázom egyszerre, ezért a praktikum volt az első számú szempont, ami alapján kiválasztottam ezt a táskát, vagyis hát nyilván ez nincs meg 3 éve, de a hátizsákot. Ezt szerettem volna mondani, mert a hátizsák az tök jó, mert visszajött a divatba, régebben én cikinek gondoltam, úgyhogy ezért nem is nagyon erőltettem ezt a témát. Szóval tök örülök neki, hogy visszajött divatba a hátizsák, amikor eldöntöttem, hogy oké, kisgyerekekkel fogok foglalkozni, valami olyan táska kell, ami szabadon hagyja a kezeimet, amivel tudok szaladni utána, fel tudom kapni, hogyha úgy van, úgyhogy szerettem volna tényleg mindenképpen elsősorban a praktikumra fókuszálni. Úgyhogy 3 éve hordok munkával hétfőtől péntekig hátizsákot, és az az igazság, hogy mostanában már hétvégéken is, viszont hétvégékre meghagyom a hétvégi, nem dolgozós, tök jó designer, magyar designer hátizsákjaimat, hátitáskáimat, mert azokat azért nem fognám be munkába, hiszen sajnálnám őket. Ugyanis körülbelül a táskáimat fél évente szoktam váltogatni, és már ezt is 2-szer megvartam itt a pántjánál, mert hát hajlamos vagyok kicsit túlpakolni, és hát megterhelni a táskámat. Szóval tényleg fél évente váltok új táskát sajnos, ezért nem is nagyon szeretek rá sokkal többet költeni, mint körülbelül 5-7 font, szóval ez nem tudom, hogy most így forintban mennyi, de olyan 3000-4000 forintnál többet nem nagyon szeretek költeni a táskákra. És már említettem a praktikumot, nagyon szerettem volna, hogyha egy színű mat, legfőképpen fekete, mert egyrészt szeretem nagyon a fekete színt, másrészt szeretem az egyszínű dolgokat, meg ez azért kevésbé is koszolódik. Szerettem volna olyat, aminek sok zsebe van, mert majd kibontjuk és kinyitjuk őket, úgyhogy meglátjátok, milyen tartalma van ezeknek a zsebeknek.
szerettem volna olyat, ami, hát hátizsák, ugye ez volt az elsődleges szempont, és olyat, ami kicsit vízhatlan, vagy vízálló, bár ez inkább csak vízhatlan, tehát nem éli túl az esőt sajnos. Szóval megtaláltam őt, és azért is vartam meg kétszer, mert nagyon nehezen találok táskát magamnak, ami tényleg így minden szempontnak megfelel, mert az az igazság, hogy én eltervezek valamit, hogy én nekem olyan kell, akkor addig megyek, amíg olyat nem találok. Na mindegy, szóval ennyi a táska külleméről, meg az előtörténetről, most pedig nézzük meg, hogy mi is a tartalma. Előre is elnézést, hogyha találunk benne pár ide nem illő dolgot, értem ez alatt egy pár zsebkendőt talán, ami használt, vagy olyan dolgokat, hogy ilyen kis papírfecnik, vagy csomagolás, nem tudom, hogy mi van benne, mert nem akartam csalni, és nem akartam bemutatni egy tökéletes, hiper-szuper táskát, hogy az enyém mennyire szervezett, mennyire tiszta, úgyhogy hát mivel gyerekekkel foglalkozom, és néha egyszerre többel is vagyok, mondjuk a játszótéren vagy a parkban, ezért sokszor nincs időm elrohanni a szemetesig, kidobni mondjuk a snackes zacskót, vagy valami kajás zacskót, vagy valami, tudjátok, a csomagoló dolgot. Úgyhogy néha így bevágom a táskámba a koszos zsebkendőkkel együtt, és amikor hazajövök, akkor kitakarítom, kitisztítom, kidobom, ami nem kell. De ilyen, hogy mondjuk banán, héj, vagy ilyen nagyon-nagyon gusztustalan dolgokat azért én sem dobok bele a táskámba. Úgyhogy nézzük is, hogy mi van elsősorban a főzsebben. Eléggé nagy pakolós táskáról beszélünk, ezért, hogyha tele van pakolva és futok is ráadásul, ugye ez szimpla fizika, akkor még jobban terhelődik, ezáltal hamarabb elszakad, úgyhogy itt sikerült elszakítanom két terapántját, de elég strapabíró, úgyhogy körülbelül már fél éve van meg. Kíváncsi vagyok, mikor akarja, hogy kicseréljem, remélem, hogy még nem most, mert nagyon-nagyon szeretem, és nagyon kényelmes. Nos, lássuk az első dolgot, ami mindig nálam van, és ami nélkül nem tudok elindulni, az pedig a Filofaxom, vagyis a naptárom, ami rendelkezik egy ilyen kis pici tollal, ez az én kis ezer éves zebra tollam, amit nagyon szeretek, mert tényleg pici, belefér ide, és tudom, hogy 21. század, meg hogy van telefonunk is, az én telefonom is itt van, egy szuper jótokkal, amit imádok, köszönöm kicsi. A telefonomat mondjuk sosem tartom a táskámba, ezért is tettem ide külön. Szóval, mivel tudom, hogy 21. század és hogy rengeteg ember a telefonját használja naptárnak, de ez nem én vagyok. Én egyszerűen ragaszkodom ehhez a régi dologhoz, hogy toll és papír mindig legyen nálam. Szeretem kihúzni, kiszínezni, tudjátok, ilyen szövegkiemelővel különböző eseményeket, úgyhogy ez is tele-tele van ilyen dolgokkal, mint láthatjátok is esetleg, vagy ilyen cetlikkel, de egyszerűen imádom. És az a legviccesebb, ami lehet, hogy egy elég beteg dolog, nem tudom, hogy ugye ezeket el lehet távolítani, mert ilyen kis gyűrős lefűzővel rendelkeznek, és minden évben újat veszek bele, nyilván, hiszen új naptár kell bele, viszont a régieket elteszem, és néha így visszanézem, hogy mi történt mondjuk két éve ezen a napon. Lehet, hogy ez nagyon beteg, de hát én szeretem gyűjteni ezeket. Úgyhogy ezért is ragaszkodom a papír alaphoz, meg a tollhoz, meg ezekhez a kis régi módi dolgokhoz. Igaz, tök nagy, meg kicsit nehéz is, de nem érdekel, ő mindig nálam van. Aztán a második dolog, maradva ennél a papír dolognál, meg ennél a régi módi stílusnál, az egy jegyzetfüzet. Nézzétek, mennyire szépen csillog. Ezt azért szeretem, mert pici, nagyon könnyű, tényleg ez aztán nem súly a táskában. És amikor eszembe jutnak ilyen foszlányok, hogy mit kéne venni, mit kéne vásárolni, vagy esetleg videótéma, de nem vagyok itthon, mert hogy itthon is van egy ilyen füzetem, akkor ebbe gyorsan beleírom, ez is tele van össze-vissza mindenféle szövegekkel, meg áthúzásokkal, meg firkálásokkal, de egyszerűen imádom. Aztán a következő dolog, ami mindig a táskámban van, ami szerintem tökre egyértelmű, az a pénztárcám. Micsoda kis hologramos, igen. Szóval ez egy hologramos pénztárca, nagyon-nagyon szeretem, óriási, nagyon nehéz. Több fak is van benne, most remélem nem fog vele kiesni semmi. Tehát legfőképpen papírpénz és kártya, valamint hát ilyen kis utalványok vannak benne. Nagyon kevés hely van az apró pénznek, de nem baj, legalább van indokom elkölteni az apró pénzt. Szóval ez mindig nálam van. Aztán a következő dolog, amit szintén
nem hagyok otthon, az egy könyv. Néha gyorsabban, néha lassabban haladok vele, attól függ, hogy mennyi időm van a tömegközlekedési eszközökön, metrón, buszon olvasni, vagy esetleg amikor babysittelek, vagy csak várakozom valakire, akkor szoktam igazából olvasni. Nem vagyok egy itthoni olvasó, mert hogyha hazaérek, akkor itthon aztán sok dolgot találok, amivel elfoglalom magam, de az nem az olvasás. Akkor a táskámban van még egy átlátszó neszeszer, ami egy kicsit koszos, tudom, és bocsánat érte. Ebben a rekeszben található egy Stick Foundation, tudjátok, ez egy alapozó, amit csak így ki kell tekerni, és akkor gyorsan az arcotokra lehet kenni. Hát ez bármikor jól jöhet, én úgy gondolom. Beraktam mellé egy ilyen kis szivacsot, amivel el tudom dolgozni, valamint egy icipici parfüm, egy teszter van benne. Szerintem ezek ilyen női dolgok. Aztán a másik felében található egy ilyen kis emlék, valamint egy gyógyszer, az is bármikor jól jöhet. Hát ugye itt van ez a kis női rejtett doboz, amiben tudjuk, hogy mi van. Tampon. Valamint itt ebben az Elastoplast dobozban, most nem fogom kinyitni, mert szerintem így is tökre látszik, ebben pedig septapasz van, mert tudjátok, bármikor történhet bármi veletek, vagyis velem, ebben az esetben, mivel az én táskámról beszélek, meg a gyerekekkel is, úgyhogy raktapasz mindig van nálam, hát ez meg az én kis saját privát komfort érzetemet növelő kis rekesz. Ami vicces, az az, hogy van nálam egy esernyő mindig. Ugyanis Londonban sosem lehet tudni, hogy mikor fog sütni a nap és mikor fog esni az eső, de hogy napszemüveg, mutatom nektek így, valamint esernyő mindig van nálam, mert hol süt a nap, hol esik az eső. Ha láttatok már Insta-sztorinkat, akkor valószínűleg rájöttetek már, hogy ezek az eszközök tényleg nem hülyességek a táskámban, hanem tudom őket használni akár egy órán belül is. Vagy egyszerre. Aztán maradva a nagy rekesznél, és azt hiszem, hogy ez az utolsó dolog, ez a kis tartó. Jó, kinyitom nektek, hogy lássátok, mi van benne, és hogy nem rejt hatalmas titkot, a fülhallgatóm. Ugyanis szeretem rendszerezni a dolgaimat, meg szeretem, hogyha nem gubancolódik össze, főleg ez a fülhallgató. Egyrészt, mert nem olcsó újat venni, másrészt, mert próbálom azért így rendezetten tartani a táskámat, és szeretem a különálló dolgokat külön kis fakokba, részekbe helyezni. Úgyhogy tökre jó, hogy megtaláltam ezt a kis tartót neki. Fülhallgató bármikor jól jöhet a zenehallgatáshoz, vagy esetleg csak egy beszélgetéshez. Oké, kivégeztük. Hát igen. Egy penny. Hát erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy csak bedobok valamit a táskámba, valószínűleg ez egy visszajáró volt, és csak így bedobtam a táskámba, úgyhogy igen, pénz. Mindig van nálam. Ó, és azt hittem, hogy végeztünk a nagy rekesznek a kipakolásával, de aztán rájöttem, hogy van még benne egy övtáska, ami lehet egy ódivatú, meg ilyen tök egyszerű, ugye ez is fekete. Ezt általában fesztiválokra szoktam vinni, mert ott tök praktikus, meg ott szoktam használni, viszont azért van a táskámban, mert ez egy tipikus ilyen neni dolog, vagy hát nem neni dolog, mert még egy neninél se láttam, csak én gondoltam úgy, hogy ez praktikus és hasznos lehet. Úgyhogy arra gondoltam, hogy berakok egy ilyet a táskámba, mert hogy sűrű járunk játszóházakba, meg olyan helyekre, ahova ezt a nagy táskát nem tudom magammal vinni, ellenben szeretném magammal tartani az értékeimet, úgyhogy azért van benne ez a kis táska, ami egyébként tök könnyű, nagyon kis helyen elfér, tényleg nem is vettem észre, mert beleolvadt a színe is, szóval kis helyen is elfér, és akkor ebbe szoktam rakni a telefont, az értékeket, ezt magamra csatolom, és akkor mehet a csúszdázás, a rohangálás, a fogócska, a bujócska, úgyhogy az értékeim is nálam vannak, magamnál hordom őket, így nagy baj nem történhet. Ha meg ezt a táskát viszi valaki a benne lévő dolgaimmal, amik számomra értékek, de nem akkora pótolhatatlan értékek, akkor sok sikert neki, úgyhogy övtáska. Na most már bátran jelenthetem, hogy kivégeztük a nagy rekeszt. Igen, nincs már benne semmi, üres. Így hát van még három kisebb fak, kisebb zseb, úgyhogy kezdeném is szerintem ezzel a szélsővel itt. Nos hát azt hiszem, hogy a dezodorról nem kell sokat beszélnem. Kicsi, könnyedén elfér bármelyik táskában szerintem, és szeretem, hogyha napközben fel tudom magam frissíteni vele, és nem csak a nap elején.
jutok hozzá, úgyhogy ezért is van ő a táskámban. Ebben a fakban megtalálható még egy visszazárható nylon zacskó, ami egyébként bármikor jól jöhet, de tényleg bármikor, akármit beletenni, vagy akár csak a szemetet, vagy a banánhíjat, amikor nem tudom kidobni, beleteszem ebbe, és akkor utána kidobom, de tényleg ez, szerintem ez tök praktikus. Másokszor vettem használt, és mindig újat és újat rakom bele, visszazárható, úgyhogy szerintem tök jó dolog, hogyha van nálatok egy pici méretű nylon zacsi. Aztán ebben a kis tasakban itt még megtalálható, na, nem jön ki. Ez a kis dolog. Nem tudom, rájöttök-e, hogy mi ez, de most várok egy kicsit, és kommenteljétek most alá, hogy szerintetek ez mi. Tehát a videó alá írjátok le, hogy mit gondoltok erről, hogy ez mi lehet. Várok egy kicsit. 1 hour later. Megvagytok? Akkor megmutatom. Ez egy összecsukható pohár. Ez is szintén bármikor jól jöhet, akár a gyerekeknek, akár nekem, mert itt kint rengeteg ilyen ivókút van, viszont nem mindig van nálam víz. Szerintem ez egy tök praktikus dolog. Úgyhogy ez egy összecsukható pohár, ami kis helyen is elfér, és bármikor használható. Egyébként van kulacsom is, meg hordozható, tudjátok, ilyen újrahasználható kávés pohár, vagy hát ilyen mug, mi ez? Nem jut eszembe. Ja, ilyen termosz! És az is néha nálam szokott lenni, de azt most azért nem tettem bele a táskámba, mert egyrészt nem volt benne, mert el kellett mosnom, másrészt nem mindig van nálam, úgyhogy helyette őt viszont bármikor használhatom, mert mindig ebben a kisebben bújik meg. Aztán ebben a zsebben nincs már semmi, kivéve ezt a kis rózsaszín dolgot, ami nem más, mint, vagyis aki nem más, mint Pinky. Ugyanis ez egy bevásárló szatyor, akit Pinkynek neveztünk el még hosszú-hosszú évvel ezelőtt, de mindig nálam van, és már nem is tudom hány éve tényleg, de 7 éve, 7-8 éve, körülbelül 7 éve szerintem nagy hasznát veszem, és egy kicsit, hát mert viseltes állapotban van, de még mindig bizonyítja, hogy helye van a táskámban, és nagyon sokszor használom, szinte minden nap, hogyha megyek bevásárolni, munka után, akkor belepakolom a bevásárolt dolgokat, termékeket, úgyhogy bármikor jól jöhet. Menjünk is át egy másik zsebre, itt azt hiszem, hogy nem lesz túl sok minden, igen, szóval itt ez egy annyira nem nagy dolog, ez az iskolába a beléptető kártyám, hogyha veszem fel a gyerekeket a suliból, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Mindig nálam van, különben nem engednek be. A másik, igen, egyetlen egy dolog van még benne, ez egy hordozható töltő, ugyanis hajlamos a telefonom lemerülni elég sűrűn, vagyis nem merül le, de nagyon-nagyon hamar merül az aksia, és beszereztem, vagyis ajándékba kaptam, jobban mondva, ezt a töltőt, ami pici, hordozható töltő, pici, kis helyen is elfér, és praktikus, meg hasznos, mert így szinte soha nem tudok lemerülni, és mindig elérhető vagyok, akár a szülőknek, akár a páromnak, a rokonaimnak, barátaimnak, úgyhogy szerintem ti is tartsatok magatoknál egy hordozható töltőt, hogyha ilyen kiszámíthatatlan néha a telefonotok. Oké, elérkeztünk az utolsó zsebhez, ki is nyitom, meg is mutatom. Hát ebben lesz egy pár dolog, de sok-sok apróság. Kezdeném is egy nedves törlőkendővel, ez tök hasznos és praktikus tud lenni, akár a számotokra, akár a gyerekeknek, mert hát tudjátok, a gyerekek azok aztán mindig koszosak, aztán enni akarnak, mert mindig esznek és játszanak nagyjából, ez tölti ki a napjukat, viszont amikor nem tudunk kezet mosni, akkor meg kell törölnünk, és akkor meg is mutatom, hogyha ez mondjuk elfogy és nincs nálam, akkor az én kis kézfertőtlenítő gélemet szoktuk használni, aminek az illatát imádják, és már így jönnek, hogy Judit, mosd meg a kezünket, úgyhogy ezt a két terméket a higiéniai okok miatt nagyon-nagyon ajánlom, és ezt a gyerekek is szeretik, valamint tök jó illatuk van. Sajnos most elfogyott a zsebkendőm, de a zsebkendő is kimaradhatatlan összetevője ennek a táskának, úgyhogy a két higiénikus
törlőkendő, valamint készfertőtlenítő mellett zsebkendő is mindig van nálam, de hát elfogyott, ezért nincs zsebkendő most a táskámban. Következő dolog az két dolog lesz tulajdonképpen. Ezek is az én kis komfort érzésem növelésére szolgáló eszközök. Ezzel néha így korrigálni tudom, hogyha lejött a sminkem, vagy valami. Nem sűrű használom, de azért engem megnyugtat, ha nálam van. Valamint egy tükrös fésű, tükörbe tudjátok sose elég. Tele is van hajjal, bocsi. Nem tisztítottam ki, erről beszéltem a videó elején, hogy sajnos ez tényleg egy teljesen őszinte videó lesz, ami bemutatja, hogy milyen dolgaim vannak a táskában. Szóval ezt viszont sűrű használom, mert nagyon-nagyon gubancolódik a hajam, és elég sűrűn ki kell fésülnöm, hogy a nap végére ne rasztásodjak be. Úgyhogy ez azért van itt az első zsebben, és azért nem az átlátszó kis neszeszerben tartom, mert így gyorsan hozzá tudok nyúlni, megfésülködöm és visszadobom. Aztán, ami nagyon különös, az az, hogy... nem értem, de kettő darab szőlő, zsír, ajak, ápoló, ki ahogyan nevezi, van nálam. Egyébként három szokott lenni, fogalmam sincs, hol a harmadik. Ja, de tudom, a másik táskámban, a hétvégi táskámban, mert hogy el szoktam pakolni hétköznapról hétvégére, hétvégéről hétköznapra. Szóval igen, három ajakápoló szokott nálam lenni. Fogalmam sincs, hogy miért, lehet, hogy azért hagytam benne, hogy ha beletúrok így a táskámba, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy kihúzok egyet közülük, mint hogyha csak egyet tennék bele. Szóval igazából ezek nálam mindig változnak, ez például a Palmer's Cocoa Butter formulás ajakápolója, ezt nagyon szeretem, és ez a Burst Bees, nem tudom mennyire látjátok, ez egy ilyen mangós ajakápoló, ezt szintén nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy védjétek az ajkaitokat is, én is ezt teszem, hát ezzel a kettő, olykor három ajakápolóval. Aztán, ami még itt megtalálható és fogyóban van, az egy mini, tudjátok, biztos ismeritek ezt a Body Shop-os kézkrémjét. Miután megmosom a kezemet ezzel a kézfertőtlenítővel, vagy ha kezet mosok bárhol, akkor nekem egyből be kell kennem a kezemet. Nem tudom, ez egy rossz szokásom vagy sem, de szeretem, hogy a hidratált és puha. Úgyhogy ez még mindig őszről maradt meg, vagy télen, nem is tudom mikor vettem, de már fogyóban van, úgyhogy szerintem be fogok szerezni egy újat. És őt azért szeretem, nem az ára miatt szeretem, mert egyébként szerintem egészen drága, azért is nagyon szeretem, mert hogy kicsi a mérete, tehát tényleg egy tenyérben elfér, mint láthatjátok is, és simán elfér a táskában, kis helyen is, meg nem nehéz, úgyhogy kézkrém. Aztán kezdünk így a végére járni, ez egy papír. Na igen, ez a másik dolog, amiről beszéltem, hogy a papír az, hát szintén így megterem a táskámban, hát majd kidobom. Rágógumi, ez is mindig van nálam, ezt azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, hogy miért. És azt hiszem, hogy üres a táskám. Ja nem. Kiesett belőle a rágó, amit visszatettem. De egyébként üres, maximum egy kis... morzsa, szösz, meg ilyesmi marad benne. De igen, nagyjából ennyi a táskám tartalma. Amit nem a táskámban tartok, de mindig nálam van, az, mint már említettem, a telefonom, az ojszerkártyám, ugyanis enélkül nem tudnék buszra szállni, vagy metróra, úgyhogy ez a közlekedéshez elengedhetetlen, egyébként itt van benne. Ojszerkártya. Valamint lakáskulcs, meg lakáskulcsak, ugye, munkahelyemhez, tehát, hogy ő még néha a táskámban landol, tehát őt is a táskámban szoktam tárolni, hogyha épp nem itthon vagyok. Na, ennek durván van súlya, de nem érdekel, mert hogy nagyon-nagyon könnyen megtalálom, ha a táskám aljára is kerülne. Azt hiszem, hogy ennyi lett volna mára ez a videó. Nem tudom, hogy érdekesnek találtátok-e vagy sem, de ezt jelezzétek mindenképpen felém. Remélem tudtam egy keveset segíteni nektek, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor azt is jelezzétek felénk, hogyha még nem vagy feliratkozó, akkor nyomd meg a feliratkozó gombot, és mellette a kis harangot, valamint írd le kommentbe azt a három dolgot, ami a te táskádban is megtalálható. Függetlenül attól, hogy te tanulsz, diák vagy, iskolába jársz, dolgozni jársz, nincs munkád, nem dolgozol, de biztos vagyok benne, hogy van táskád, és abban is biztos vagyok,
hogy három olyan dolog tuti van nálad, amit mindig magaddal hordasz, mindig nálad van, úgyhogy legyetek szívesek, kommenteljétek ezt a három dolgot, mert tényleg nem csak én szeretnék nektek ötleteket meg tanácsokat adni, hanem tényleg érdekel az, hogy mi található meg nálatok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a következő videóban is itt lesztek, és addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!